Jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper folytatja a Professional Farmingot. Sajnos most nem tudok a komment szekcióval válaszolni, mivel egyből veszem fel ezt a részt. Nem akartam kilépni, mert akkor újra kezdődik az egész tutoriál szerintem, mert legalábbis azelőtt úgy történt. Úgyhogy innen folytatjuk, ugye elvileg most az történik, hogyha ki most kapcsolódik be ebbe a sorozatba, vagy az előző részt nem látta, hogy konkrétan arról lesz szó, hogy bálázzunk el. De viszont tök jó elmagyarázza, hogy milyen opciókkal rendelkezik az a szalma, ami ugye kiúlik a tarlóra. Itt írja, hogy ugye tárgyanként is vissza lehet juttatni a mezőbe, rendekben maradhat. Ezeket ugye felhasználhatod, szilás porkocsival össze tudod gyűjteni, vagy bálázóval szalmabálánkba tömöríteni. Ebben a részben nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire működik jól a fizikája a báláknak. Ugye a Farming Simulator sorozatban eléggé furcsa, olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, leginkább egy ilyen, mintha egy zselé kockába dugnád be a bálavillát, és akkor olyan nagyon fura, tudjátok, hogy hogy működik, meg ilyen szeret elbugolni, meg azért nem annyira reális. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ebbe, és hogyha nem lesz jó, akkor kritizálni fogom. Szóval, kritikusan fogunk hozzáállni ez a dologhoz. Kezdés. Oh, szeretem ezt a 940-es, az nagyon beteg. Ez akkora videó a első kereke is. Ugye csém, mi ez? Quadrant. 3200 RC Quadrant. Ez, jaj, de csodálatos. Na, de menjünk, csapjuk neki gyerekek, és autentikusabb adunk rá gyújtást. Beindítjuk a gépet, aztán már megyünk is, csatlakoztatjuk a bálázat. Egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van olyan opció a játékban, gyerekek, na mi a bálák elkészítéséhez komoly teljesítményre van szükség. Egy traktor jelen esetben az Axion 940 biztosítja a szükséges lóerőt és fordulatszámot. Mert ugye itt nem csak azt hogy vontatni kell, hanem konkrétan neked működtetned kell a bálászót is. Na. Én azt akartam mondani, hogy nem tudom, tudjátok, hogy ebben a játékban úgy van megoldva, hogy van egy olyan opció, hogy be tudod kapcsolni, hogy eltömődhet a bálázó. Tehát, hogyha túl sok szalma megy bele a felszerelő mechanikába, akkor konkrétan eltövődik. Úgyhogy lehet egy ilyen dolog belőle. Na, akasszuk fel. Oké, okay, szuper. Jó, oké. Okay. Vezess a szántóföldre. Yes. Beteszem, hogy szép jó kis izéje. Klíma hangunk legyen maximum. Oké, okay, indulási van. Ja, hát ez egy nem kicsi traktor. Mondhatni. De ennek a bőnbálázónak ennek kell. Basz, ez nem kicsi szerkezet, hallod? Az hány tonna egy ilyen gyerekek? De rendesen kéri az energiát még így is. Ja, elvileg ugye fel is kell pakolnunk most a bálákat ebbe a tutoriába, és el is kell szállítanunk őket, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni, meg mégis milyen lesz. 0,34 kilométerre van a célállomásunk. Tényleg nagyon érdekel, ez elvileg ugye kocka bála, vagy szögletes bála, nem kocka, rovattúr nem kocka, inkább téglatest. Meg ugye ezek nem azok a verziók, akkora szögletes bálák, amit kézzel lehet pakolni. Meg egyébként nem is tudom, hogy kézzel tudunk-e pakolni ebbe a játékba bármit is. Ezekre is nagyon kíváncsi vagyok, ezért jó az a tutoriál sorozat, azért végigvisz így mindenen. És nem az van, hogy ilyen nagyon el vagy veszve az egészbe. A gyerekek, ez kéri az energiát még üresen is, valamint csak hogy vontatjuk. Ó, van itt valami gép. Van itt valami gép. Mi az? Ott a kombány. Miért van itt a kombány? Most végez. Azért még arat. Ez tök tetszik egyébként, hogy így dolgoznak így a földön. Még arat. Azt nem mondjátok, hogy ez konkrétan megcsinálja azért a forgót, és utána arat. Nem hiszed el. De nézd meg, azt csinálja, hallod? Azt csinálja. Csinálja épp a forgót. Meg azt tetszik, hogy most például gurulom. Motorfékkel. Konkrétan fékezned kell, mert különben túlgurulsz. És a kéziféket ezt használom. Mi ez? Ó, ki kell vinnünk valami mást is. Mi? Csoda bálakocsi. Ne viccelj, jó, de nézzé. Homlokrakodó. És bálakocsi. Ah. Miért elkezdenénk a bálálást, ki kell vinnünk a traktort a bála villával és a bála szállítóval együtt a mezőre. Hogy azonnal elkezdhessük a bálák gyűjtését és rakodását.
Halljátok? Ennek a fordítása nem volt bazve egyszerű. Most ez van komolyan. Mert ez egy ilyen kicsi kis karanyos gép. Betesszük az ajtót. Majd ki a földhöz. Bekapcsol, figyeld a monitor, klassz. Aha, menj a picsába. Na, és ez is baze, ez is kéri az energy-t, halljátok? Alig akar menni. Hát komolyan mondom. Baze, ott van óra is rajt, figyeld. 11 óra 6, meg van egy üzemóra számlálónk is szerintem. Elnézést. Franco, nagyon jó. Oké. Megyek ki, aztán akkor erre kell felpakolnunk. Egy kicsit izés az idő. Szerintem egy idő után meg fognak szivatni minket azzal, hogy... hogy mondjam... eső fog lenni, és bele fogunk ragadni a sárba. Egy ilyen tutoriálba fogja ugye prezentálni majd, hogy ki rángatni. Mert elvileg van gyárilag ilyen drótkötél, vagy valami hasonló játékban, amivel ugye ki tudod rángatni az egyik gépet a másikkal. Már három gépként lesz a területen. Ennyi a vége? Gyerekek, ez a gép. Azért ennek nem tökéletes ez a komolyan ez a válaszállító pót. Hát öcsém, menjél már föl ezen a lejtőn, nem akar fölmenni. Szenvedési van. Jostkin, vagy Jostkin? És ez hogy kell működtetnem azt a időt? A Vellát. Gyerekek, az például, úristen. Az a farming szimulátorban a rémálom kategória, kíváncsi leszek, hogy itt hogy lesz. Ezt nem tudom, hogy ez mi. Ez nem tudom mi. Na, megjöttük, hello! Hová álljak? Oda, oké. Okay. Félreállunk. A gyerekek, lelök minket ezen a lejtőn ez a kocsi szerintem, kb. Tol minket, mint az állat, elmondom nektek, hoppá. Úgy, pont oda állok. Oké, okay. Kézifék. Ülj be az axiomba. Figyeljetek, az a durva, tényleg, hogy ezt úgy csinálja, hogy... Nem, ez kettőt fog húzni, és utána fogja hosszába leratni. Ugye kettőben könnyebben megfordul. Jövök az axiomba, igen. Mehetek válázni. Új, de tuti jó. Állj, ez pozícióra. Annyira jók ezek a tutoriálok. Ez a tutoriálon is látszik, hogy tényleg foglalkoztak idővel. Na. A balázó előső részén van egy forgógyűjtő dob, úgynevezett felszerő, amely a kis fogakkal gyűjti össze a rendet, mint egy gerebje. A szalmazadagon keresztül halad tovább, majd egy bálakamrában téglalap alakú tömbökké tömörítik egy erőteljes csomagoló kosár segítségével. Nagyon jó, oké. Okay. Értem. A bálázó munkamódba kell állítani, a felszedőt le kell engedni, és a bála rámpát ki kell hajtani. Oké. Okay. Egyébként ezeket szerintem lehet kívülről is simán. Oda mész, aztán lehet hajtogatni. Oké. Okay. A bálázó munkamódba kell állítani, jó, igen. Engedd le a felszedőt, vé. Oké, okay, a bálázó használatra kész és bekapcsolható. Kövesd a rendet és hajtsd végig rajta. A felszedő összeszedi a szalmát, miután tömörített bála a bálakamrában eléri a maximális méretet, a bála a rámpán keresztül jut ki a bezőre. Oké, okay, B. Mi a fasz ez? A felszedő adott kapacitással és sebességgel rendelkezik. Az azt jelenti, hogy másodpercenként meghatározott mennyiségű rendet képes összegyűjteni. Rendkívül fontos, hogy ne vezess túl gyorsan, ha egyszerre túl sok rendet vennél fel, a felszedő elakadhat. A képernyő jobb szélén lévő jelző mutatja az áteresztő képességet. Aha. Ja, magyarul nem szedhetsz túl sokat föl. Jó, oké, oké. Indulok akkor. 5 és 7 km per óra között. Várjál, itt még van egy második. Oda nézzetek, ott működnek be az ahizék. Úristen. Ha felszerű elakad, akkor el kell távolítani a szalmát vagy a szénát. Ehhez kapcsolt ki a bálazat, menj a kocsihoz, aktiváld a kurzor módot és használd a camp control a felszerűnél. Figyeld, ott ki kell pucolnod be az belsejét. Menj az anyám.
Hát ezt nem tudom elinni egyébként. Készíts egy bálát. Na. Hú, ez tök gyors, nem jó. Ott én megyek. És ott mutatja a fölönső, ugye, hogy milyen gyorsan tudod. Milyen gyorsan mehet. Oké, okay. Oké, okay. Oké. Okay. Jaj, jön is kifele. Jaj! Készíts egy bálát. Jó, készítem én a bálát. Basz, milyen hangja van, ahogy tömöríti, ugye? Megszületett. Az első bálna készre van, és a földön helyen. A következők még mindig a bálna kamrában vannak. Előrehaladás során jutnak ki. Jó. Okay. Értem én, hogy gőzgép, de bihajtsa. Várjál, meg kéne állítanom, vagy legalábbis föl kéne emelnem. És el kéne mennem, így. Már kettő bálát csináltam, de vicceljél. Készíts még öt bálát, azt írja. Oké. Okay. És akkor leengedem. Meg vagyok illetődve, gyerekek, nagyon komoly. Meg vagyok illetődve. Az a tömörítési eljárás, az tök durva, ugye fölszedi, oda bekerül, és akkor van ez a dugattyú-szerű dolog, és az így tömöríti be, ami bekerül, azt mindig így belöki oda. Hát jó. Ezt ilyenkor fölevelebb, szerintem az a módja neki, és csinálunk egy kanyit, kanyikanyalt. Van a rúg a gép, mint a disztó, gyerekek. Hát ennek tényleg kell az energy bean, most látszok. Úgy rúgod a gépét a disztó, komolyan. Rúgja szét a tüzét, tarlót. Az előbb, amikor indultam el. Hányat kell még készítenem, és akkor fel kell szednem. Azért beszarok neki. Jó, jól megvan csinálva. Eddig nem tudok kritikát kitalálni. És tudom gondolkozni, hogy milyen kritikával tudnám illetni ezt az egészet. Eddig csodálatosan működik minden. Ó. Hajts lassabban különben, elcsömörik a felszedő. Jó, bocsánat. Ugye azon is múlik, hogy mennyi, milyen, mekkora a rend. Oké. Okay. Aha. Állítsd meg a bálázót, és a radiál menüben ki tudjuk dobni a bálát, ami még a bálakamrában van, de lehet, hogy ugye nem lesz egész bála. Na nézzük. Igen, ezzel kitoljuk. Aha, nagyon jó. Most következik a bálák összegyűjtése, amihez az őről lehet. Olyan bálalavillát használnak, mint például Class Arion. Ezzel megszúrják, aztán felevelik és a bálaszállító pótkocsira teszik. Figyelj, hogy lelöttjent oda. Jó, ülj be a... Figyelj, ezzel kivegyek ide. Felemelem. Becsukom. Várjál, a becsukást annyit megnézek, hogy én ezt tudom-e esetleg. Kívülről tudom-e működtetni ezeket a dolgokat. Az mi? Itt volna megmaradt bálák lerakása, látod? Ki tudod tolatni vele? Itt volt. Itt. És akkor ugye itt is tudod csinálni. Nem csak belőről. Az összecsukás, az nem tudom hol van, de szerintem lehet, hogy van. De csak akkor adja ki, amikor ilyen... Ó! Oda a panel nyitása. Bazen! Júj, így működik, ide szedi föl, itt föltorlódik, és az a dugattyú meg tömöríti be. Azért ne haragudjál meg! De mi a pöcsön van itt, gyerekek? Mi van itt? Nem hiszed el. Olyan nem, ne haragudjatok, nem tudok betelni vele. Mi a pöcsön? Biztos vagyok benne, hogy van az is. Mondom, panelnyitás ez is? Aha. Ugye amikor betömörik, akkor ki kell szedned. Pöcsön. Na jó, ezzel menjünk egy kicsit elébb, ne? Figyeljetek, hogy rúg mind a disztóval. Föcsöknek állva izék. Földcsomók. Jó, hát ezzel félreállok egyelőre. Jó, a kombájnos meg úgy gondolta, hogy elég volt ennyi ezeknek. Tutoriálval úgyis. Jó, múltkor néztem egy ilyen klassz, pont egy klassz C
cégnek a bemutatóját. Ez tök érdekes volt, várjál, ezt leállítom. Nem, nem, pötyögjön el itt fölöslegesen. Ajajaj. Ezt meg itt megy még mindig azóta is, jó vagy gyerekek? Várjál, itt át tudok ugrani. Na. Na. Na, 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 ne, hogy már tudja átugrani a karakterem. Na, ez negatív, azért, ez negatív. Bár elvileg be tudok itt is szállni, nem? Nem. Az ajtó felől körbe szavari. Ja, izé, az negatív, hogy nem tudott átugrani azért egy ilyen kocsirudat. Nem tudom, mennyi idősek vagyunk. Hány, hancsa az első bál a közelébe. Oké, testvére, nem hajtok. Hajtsatok, hajtsatok, nem tudom, hogy lesz a... Várjaj, idején megyünk, ne a... az aratatlan dolgon át. Halljátok, úgy meglendültünk, nem nyomok gáz. Tényleg, annyira durván jó a fizika. Most kapcsol, most léptem a gázra csak. Na, valahova ide le kell raknom ezt a kocsit, gondolom, ugye? Nyisd ki a... Aha, azt ki kell egy étnél csinálni. Nagy. Oké, okay. És most? Csatold le a bála szállítót. Hát de várjál, hát... Hátra megyek, én lecsatolom, ne vicceljél. Oké, okay, a bála szállító a pótkocsi most úgy van elhelyezve, hogy meg tudjuk rakordni. A bálák most összegyűjthetők. Fussuk át, hogyan kell ezt megtenni. A homlokra tódó, amelyhez a bála villa csatlakozik, két tengely segítségével vezérelhető. Az első tengely az első rakordot mozgatja fel és le, a második tengely az első... Előre vagy a hátra billenti a villát, vagy más munkagépet. Igen, folytatás. Mozgasd a homlokrakodót felfele. Tartsd lenyomva a jobb egérgombot és mozgasd felfele az egeret. Ennyi? Várja. Aha. Ó, ez jó lesz, de várja. Aha. Ó, ennyi. Ennyi. Akkor az ott bal oldalt, amit láttok. Látod? Látjátok ott beoldalt azt a tüzét? Csikort? Hozzá tudod ilyen nagyon precízen. Mozgass tanul lefele, amelyre csak lehet. Jó. Felfelé, oké. Okay. Tartsd lenyomva a jobb egérgombot és mozgass az egeret felfelé. Oké, okay, megvolt. Megcsináltam mindent. Jó, tartsd nyomva az egérgombot, mozgass jobbra. Na, értem egyébként, már nem kellene itt mutatnia. Úgy, úgy. Jobbra, balra. Oké, okay, balra. Tök értem, tök jó. És az a durva, hogy rohadt jó, mert egyből tudod minden irányba mozgatni. Na. A bálákat a bálavillával rakják fel az utánfutóra, ez állíts vízszintes helyzetbe a bálavillát és emeld olyan magasra, ahol a fogak nagyjából a bála magasságának felénél vannak. Ezután óvatosan szúrd meg a bálát, döntsd meg a villát felfele és emeld meg, hogy a bálák ne essenek le. Ebben a helyzetben lehet a bála a pótkocsihoz vinni. Meg kell rönni. Engedd le a homlok rakodót addig a pontig, ahol a bála könnyen lerakható és van egy kis tér a manőverezéshez. Most olass hátra és a bála leesik. Rakjunk fel három bálát. Na azt akartam mondani egyébként, ezt bezárom, hogy tök ilyen jól irányítható, figyeld, oda néz. Külső rétegben is tudod? Uh-huh. Tök precízen, pontosan irányítható. Konkrétan ilyen nagyon finoman. Úgy látom, hogy ez nem lesz rossz. Oké, okay, menjünk. Belső rétegben nem biztos, hogy nem tudom mennyire lesz ez hatékony. Hát próbáljunk meg egy belső nézetet, ha már egyszer. Itt ráfordulok. A fizikájára nagyon kíváncsi vagyok. Ahogy. Nem tudom, milyen hosszú az a bála, de várja, lehet, hogy egy kicsit hosszú. Hát egy picit letaposom most a búzát. Tutoriál van, még segéd vagyok, arra ugyjál. Ahogy. Már most megnézem kívülről mindenképpen, amikor beszúrom. Bocs, csak azért, hogy... Olyan csodálatosan néz ki. Ha, még lejjebb kell engednem, hogy lássam, hogy... És ezt ugye kézzel ezt nem tudom én megfogni, hát ez ilyen bossman agy. Na, akkor elvileg még egy kicsit lejjebb. Oké, okay. Szerintem egy kb. Itt vagyunk. Ugye? Hát nem nagyon jó volt. Lejjebb kellene.
Külső nézetben most már gyakorlásival, bocsánat a gyerekek, túlságosan le se kéne rakni, így van ahogy, ugye? Vagy erő, erőt fejt ki, hogy erőt kell kifejteni, hogy be ne menjen, komolyan. Magunkhoz emeljük, oda néz a gép, konkrétan volt beja. Felemeljük. El kell kezd, mint Katival a gyerek. De rendesen szétlapultak az első kerekeik. És akkor rakjuk föl. Ezt egyébként pedálszett. Meg izével, meg egy botkormánnyal. Ja, hát nem középen fogta meg. Kicsit szerintem dönt is balra a gépet. A bal első kerék a leposztalink mindjárt. Most ezt itt csak így földobja? De most... Oké. Okay. Hát ide rakom azt is, találjon, nem? Kicsit le. Úgy látom, hogy ez működik. Úgy látom, hogy jól működik. Na, hozzuk a következőt. Kivászer, lepadlóztam, hallod? Rugottál, mint a disznó. Na most egy kicsit dinamikusabban nézzük meg, hogy próbál a rakókért. Jibazze, belecsültem a földbe izét a Bálavilla hegyét. Viszont az irányítás az marha jól meg van csinálva. Konkrétan egy darab egérgombbal tudod itt működtetni. Majdnem kíváncsi vagyok, hogyha rosszul bököd föl. Ugye mindig akkor van általában valami hiba, ha rosszul csinálsz dolgokat. Na, így. Ó, oda nézzé. Kettő darab fogja oldalt, és van fizikája, látod? Majdnem kiszakadt belőle, de ráadásul így lóg le, mert jaj, már körülbelül csak egy fogja. De öcsém, ez, hogy meg lehet rugatni a traktort, az már nagyon tetszik. A szándékos az, hogy kíváncsi voltam, hogy van-e súlya, hogy így lelóg-e, vagy pedig az van, hogy ilyen statikusan rajta áll. De hát látni, hogy van neki súlya. Lassan. Azért ezt így valahogy föl kéne csűrni. Jaj, le fog esni, bazze. Alig áll benne a vella. És kiszakadt. Jó. Én ennek örülök. De jól néz ki, bazze, ez a gép. Én ennek örülök, mert így tapasztalod meg, hogy normálisan működik. Nem csak így van. Így meg tudom bökni így is? Hát elvileg meg kell, hogy bökjem így is. Na jó, most próbáljunk meg középre. Messzebb már nem tudnál távolítani képpel. Jó van, inkább eldölt. Lebolyva eldölt. Jobb lesz nekem. És elmondom nektek, hogy kéri az energiát, amikor belebököd. Szerintem most lehet, hogy ezt beékeltük a idő alá, bazze. Ezt beékeltük a kocsi alá, sikerült. Jöjjön ki onnan, konkrétan beékelődött a kocsi alá. Várjál! Azt nem mondod. Álljunk meg egy pillanatra? Álljunk meg egy pillanatra? Ki kell szárnom? Valamit meg kell néznem. Összecsesztem a bála alját. Konkrétan összecsesztem a bála alját. Nézzétek! Sáros lett a bála alja. Dzsúvás a bálának az alja. Ja, meg ott is, baze. Össze van cseszve. Koszolódnak a bálák. Nézd meg, tényleg tipikus olyan ganajos. Ott vannak azok a szálak. Nem tudod, de ezt egyszerűen nem tudom. Ez túl sok jó dolog van benne, hogy a... Túl sok jó. Jó, a gyerekek. Nem tudok. Hallottad? Hallottad, zuhant egyet, amikor leesett a... Az a tipikus csattanás. És amikor elindul, az meg a legjobb. Figyeld, elindulunk. Megrúg. Na, hozzunk még egyet. Aztán biztos be kell vinni, remélem nem kell lepakolni. Én nagyon el vagyok vele, de ez ilyen teszt isnek, ugye? Számomra nem csak arról szól, hogy én most itt tutoriálozok, hanem ugye tesztelem is a fizikát, meg minden. Mert ez megint szarul fogta meg a hülye képer. Mondjuk annyira nem, mert most 3 villa benn van. Menjünk. Mi a gáz?
Nem hiszed, de annyira érezni a súlyát a dolgoknak, és rendesen rángatja, figyelj, jobb oldalra. Mert ott arra lóg le. Nem tudom. Meg a tarló olyan fura, olyan magas a magasra van vágva, és akkor van egy ilyen fura hatása. Ilyen a tarló izébe is, a fesbe. Hogy ilyen magasra van vágva. Rohadt jól néz ki. Ez is például, hogy a gépek benne vannak. Jó, csatornos. Mindjárt még várjál rá, lerakom talán, de... Még izé van. Várjál, nem kell lekötni vagy valamit, vagy csövet csinálni? Várjál. Bele vagyok keveredve most. Hallottad ezt az zuhanást? Na, ha túl nehéznek találod a homlokrakodóval történő rakodást, akkor a bálákat automatikusan egymásra rakható elsz, aktiválod kell a bálák automatikus gyűjtés opciót, ezt a bemutatott követően a beállításokban. Ez az opció, az oktatóanyag alatt automatikusan engedélyezett. Ja, úgy van ilyen, fölszedés, tudod, automatikus, autoload, loader, de hát ezt ugye nem muszáj, és ezt menübe tudod kapcsolni. Az a kéziféket kell húzni. De mondjuk most pont nem kell kéziféket húzni, mert konkrétan neki ütköztünk itt ennek. Nagyon jó, nyisd meg a radiálverőt. Ja, most ezt az autólódot akarja megmutatni nekem, hogy jó legyen. Mi ez? Bálak automatikus gyűjtése. És ez mi? Bálak rögzítése. Jó. És akkor most hajtsa egy bála mellett. Hát elég nehezen indulunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy most én elmegyek egy bála mellé, akkor az hogy fog működni? Hogy ezek hogy fogja elpakolni? Ezeket nem pakolja el? Hát nézd meg, hogy néz ki. Így rászórta a keeper minden hülye. Ugye ez menübe kikapcsolható, tehát most íratjátok, hogy jaj, mert ez nem élethű, kikapcsolható. És ez nagyon fontos. Meg lehet, hogy leesik. De egyébként úgy látom, jó fizikája van, nincs, nem bugolgatnak. Na, most akkor elvileg ezt fölkapja. Ja, és el is rendezi, jól van. De akkor szedjük össze akkor a maradékot. Igaz, hogy én ezt a rohadtúrán fogom használni, mert azért... Na. Nem hiszem, benne van a játékban. Hát ez jó. Oké, nyisd meg a radiálmerőt. És akkor rögzítsd, ugye. Jó. Zárd be a radiálmerőt, hajtsd a bálákkal a kikötőhöz. A bálákat most eladhatod, vagy akár tárolhatod is. A gazdaságban később felhasználási célba. Figyeld, gurulunk hátra. Mert lejtő van apám. Na, menjünk akkor. Várja, hova kell menni? És tudom, merre kell menni. Balra kéne kimenni, de alatt így úgy rúg, mint a disztó. Ez a traktor, ez egy kicsit gyenge, ez a bálakocsi, jó, lemondom nektek. Baze. Na jó, van, várjál. Hol az összkerékeden a kotlán, baze? Hol van az összkerék, öcsém? Egy kerék meghajtás. Kéri az energyt, baze, kéri az energyt, ez a kicsi traktor. Körülött neki az összkerék is kapcsolom, mert már nem kell. Mert nincs neki visszajelzője egyébként. Honnan tudom, hogy be van kapcsolva. Van visszajelző? Nézzük meg a műszerfalat. Ott esetleg lehetne, de... Aha, ott van, jobb oldalt, ugye? Jobb oldalt az a zöld. Nem, az nem az. Na mindegy. Küldjük neki, gyerekek! Menjünk a kikötőbe. Kikötő, bekötő. Jó. Nem találok, nem, nincs kifogásom, semmi. Nincs. Nincs. Ebben a részben is azt mondom, hogy még mindig nagyon szuper az egész. Komolyan. Megyünk a kikötőbe 47-tel, aki íper... Aszfaltod ezt, megy bíd, az őrült ez a traktor. Máshol nem nagyon akart. Gyerekek! Egy izért kellene földökni. Vigyázz a testvére, figyelj! Ezt nagyon imádom. Haver! Menj a francba! Bazza, valami zuhad. Az valamit... Jaj, nem jó fele jöttem, itt bemegyek itt balra. Valami zuhant, szegénynek. Nem bírta a gyűrődést. Ja, hát meg a koszosodás az ilyen rohadt jól néz ki. Látod? Benn marad a ízeik között. Látod? Így kell kinézni a koszosodásnak. Nézd meg! Milyen tűéles. Benn van minden szemcse, mocsok. Látni, hogy ilyen használt a gumi, meg van kopva. Karcok vannak rajta, látod? Látod?
küldjük neki gyereke. Hát persze, mert rugatja a Keeper állandóan, bazza, lerugatja róla az új gumikat. Hogyha egyébként látnátok, lenefészkel, akkor egész végig azt látnátok, hogy Keeper az így, nem tudom, így folyamatosan mosolyog. Ettől a izét, ettől a játéktól. Na, hova kell vinnem? A szemetek álljon meg. Ja, itt tényleg van egy uszály. Ott az uszály. Föl kéne ugratni rá, mi? Na hova? Még arra? A pecsör. Gyerekek. Jöttem, hoztam bálát, eladnám, he. Ez a bálázással ezzel meg vagyok elégedve, és élvezetes. Tök jó, tényleg. Na, ide kell állnom. És akkor? Simán eladás. Oké, eladtuk. Tehát már tudjuk, hogy kell szálmabálnákat készíteni, összegyűjteni és eladni. Természetesen ugyanezek a módszerek vonatkoznak a takarmányfűre és a szénabálákra is. Mi jó. Következő bemutató, takarmány kukorica betakarítása. Jaj, silózni fogunk, gyerekek! Nagyon jó. Akkor innen fogjuk folytatni. 25. oktatóanyagnál vagyunk, felénél vagyunk. És mennyi mindent csináltunk már eddig. Ezt sem tudom képzelni. Még, hogy tudnak még ugyanennyit bemutatni. Körülbelül már mindent megcsináltunk. Kultiváltunk, szántottunk, vetettünk, arattunk, báláztunk. Na, srácok, következőbe várlak benneteket. Jók legyetek, sziasztok!